Szia mindenkinek! Ez a videó eléggé különböző, mert nem csak a nyelvemről szeretnék beszélni, hanem az egész országomról, ami szerintem a legszebb a világon. A cím mögött van a milánói címer, majd ez a fő pályaudvar. Az előttet levő teret Piazza Duca d'Aostanak hívják. Ez a legfontosabb milánói pályaudvar, és ezt a fasizmus időszakában építették. Ez felismerhető a stílusán. Én szeretem, mert a fasiszta és a modern építő művészet tök szép egyvelegét láthatjuk benne. Itt egy pégazust láthatunk az oromzaton, és ez itt egy veszőnyaláb. Itt vannak a mozgó lépcsők, amik a vagányokra vízik az embereket, és ez egy kép bentről. Ez a királyi váratére. Ez a térem közel van ahhoz a vagányok is, ahonnan a vonatok a zsidókkal szoktak indulni Németország felé. Minden évben ugyanarról a vagányról egy vonat indul Auschwitz felé azokkal az emberekkel, akik arra a korra akarnak emlékezni. És van ott két kólap is. Egy a zsidóknak, és ez az olasz katonáknak, akik meghaltak a háborúban. A szavaikról beszélve, a Duomo-térre megyünk. Ez második Viktor Emmanuelnek szobra. Tulajdon ő volt az egyetlen jó királyunk, mert újraegyesítette Olaszországot. Csak ugyan, hogy jól tudjátok, Olaszország a római korban egységes volt, de a Lombardok érkezése után szettagolt volt 1861-ig. Ez a Duomo-tér. A Duomo a legfontosabb milánói templom. Nagyon sokáig építettek. Igazából a 14. században kezdődött az építés, de sosem fejezték be, mert mindig van rajta valamit csinálni. Körülbelül csak a 19. században fejezték be igazából az építést. Egy érdekesség. Van olaszul egy kifejezés, aufo, és van e mögött egy furcsa történet. Az jön ki a betűszóból, hogy AUF, vagyis Adusum Fabrice. Valami olyas, mint jelent, hogy a gyár használatának. Mert így jellemzték a dolgokat tovább díj nélkül. Például a marványokon Veneranda Fabrica del Duomo-nak, a gyárnak, ami meg most is gondozza a Duomot. Tehát, fare qualcosa UFO azt jelenti, hogy csinálni valamit fizetés nélkül, ha bár kellene fizetést kapni érte. Azt is mondjuk olaszul, hogy fare portugézi, ami valami olyasmit jelent, hogy úgy csinálni, mint a portugálok. A legmagasabb orman van egy szűkít szobor, a Madonnina, a kis Madonna. Ez a szobor aranyozott, és a hagyomány szerint egy épület sem magasabb nála. Természetesen vannak ilyenek, de a hagyomány tiszteletből, ha egy épület magasabb, a szobor másolatát oda teszik az épületre. Ugyanis a tartományi irodaház legfelső emeleten van egy másik kicsi Madonnina. Ez a tartományi irodaház, és itt van a kis Madonna, a püspökkel. Majd ez a régi tartományi irodaház, nagyon modernnek látszik, de a 60-as években épült. Majd a jelenlegi irodaházat nemrég fejezték be, és pont ebben az évben avattak fel a püspökkel, mint láttunk a másik képben. Majd ez a második Viktor Emmanuel galéria. Nagyon szép, különösen a padló, egy mozaik. Például a címer képet a galéria közepébe tették, és van egy bika és a torinói jelkép, mert a szavajai család torinói volt, vagyis nem, mert Franciaországból jöttek, de ez volt az első olasz főváros. Azt mondják, hogyha háromszor körbefordulsz a cipőd a sarkán a bika heréjén, visszajössz Milánóba. De ez a szegény bika inkább egy ökör, mint láthatjuk a képről.
Majd az első emeleten van egy új fenyőszó szálloda, hát csillagos, és az egyik szobájában lakott Giuseppe Verdi szénezerző. Majd ez a Piazza della Scala, ide érkezünk az alagútból kijöve, itt pedig van az egyik legfontosabb olasz színház, a Teatro alla Scala. Itt van a belseje. Minden évben egy napra ez a színház a TV főszereplője. December 7-én, hát ma, Szent Ambrus napja van, a város védőszentje. Ez egy bizánci mozaik, és láthatjuk rajta az írást Ambrosius. Ez a nap a színi idény nyitó napja, és az első operát Primának hívják. Elmenni a Prima della Scalába, drága mulatság, de értelemszerűen előkelő is. Sok fontos ember jár oda, és minden évben sokat beszélnek az operáról, a rendezéséről, és persze a nők ruhájáról is. Hallottam, hogy néhány ember nem szereti Milánót. Mondják, hogy csúnya, hozos, kaotikus, vagy éppen azt, hogy furcsa. Ez nem igaz. Szerintem Milánó olyan, mint egy félénk lány. Miért is? Milánó belvárosában van olyan néhány palota, amik, ha csak a külsőt tekintjük, elég szordnak tűhetnek, de ez csak a látszat. Lépjünk be ezekbe az épületekbe, és fedezzük fel belsejüket. Hogy mi vár ránk? Gyönyörű belső kertek, családos szobrokkal és festményekkel. Roma teljesen más. Egy érett asszonyhoz hasonlítható, aki már nem fél én többe. Kívül belül ragyog, fővároshoz méltő. Romát nem kell leplezni senki előtt sem. Az, aminek látszik. Milánot pedig meg kell ismerni, fel kell fedezni. Egyébként, remélem, hogy tetszett nektek a videóm. A következő készítése folyamatban van, hamarosan a YouTube-on. Sziasztok!